Margit szigeten voltam. Futottál? Igen, itthonról odáig, meg vissza. Nice. Meg geci, a budai oldalon annyira fos volt fújni, hogy ez valami félelmetes, bazd meg. Pont úgy fújt a szél, hogy a rakpartról az összes izét kipufogógázt felfújta. Azt hittem megfulladok. De nem tetted meg. Mert geci, nagyon borzasztó volt. Azért nekem kicsit szokatlan így pesti környezetbe futni a bükk után. Kicsit más a levegő. Miért mondod? Téged cigizni, akkor nem veszel észre. Ja. Nem jöttél ma valá. Hova? Ide. Mondtad, hogy mennék oda? Yes. Mert hogy éjszakás voltál, akkor nem akartál jönni, és hogy majd utána lesz. Azt mondtam, hogy ez kedden. Igen, hogy kedden vagy éjszakás. Nem, hétfőn voltam éjszakás. Ó, hogy szakadnál ketté akkor. Nem soká jönnek a fotókönyvé. Ma? Aha. Nem mutass valami csalamádé. Csak figyelj. Na, faszom. Kapusról a dumportás, mint az előző körben. Azt én is elkaptam volna, baszd meg. Első alkoholmentes nap. Egyértelmű volt, kinek kell passzolni. Hát én elég sok olyan napon részt veszek, mert olyan. Jézusom, mit csinálnak ezek? Tök jó. Ez nem... Páratlan játék intelligenciája van SCN-nek. Ezúttal hátul szerzett labdát. El tudná képzelni, hogy őt hozzák játékba. Csak mi van vele? Tehát az elmúlt 20 meccs nem tudtál játszani. Mit tudom, hogy neki húd basznak. A bíró tovább engedi. Itt már ott is hagyta. De már! Miért nem indult látom? Nekem jön be Zoli. Ügyesen mozog az üres terület. Hú, úgy eltöröm, hogy így van a lábát ennek a majomnak. Jó. Ennyi. Kapusra itt nem portás van. Ja, várja, ez köze nem volt a kapusra. Na mindegy. Reméljük ehhez se lesz. Ó, Isten. Na, faszom. Hát tényleg nem. El sem ment eddig. Rott életben. Lesz. Mondom, lesz. Na, pedig gól lett volna. Ez lesz lett csak, nem gól. Jaj, mondom, hogy lesz, akkor minek passzol? Kett, minek passzolok? Rákén? Így, rúgatni az jó van. Majd lesz valami. Mondjuk ezt elkapta volna, mint nagyanyám is szerintem. Nem csoda, hogy az ölövés céltévesztett, hiszen szinte azt sem láthatta a játékos, hová céloz. Fasz, hogy belalkodok, imádom. A labda Gerard birtokában. Fernando Torres éj a labda. Jobb helyről nem kész. Kész. Bazd meg. Ez gólszerzési lehetőség. Ez gólszerzési lehetőség. Veszélyes helyzet. Volt valamikor. Ja, persze, fussd már végig az egész pályát, azt még lövjék gólt. Nem jött fel senki, az a baj. Pedig elképzeltem pedig, hogy ott majd megcsinálom egy bulit. Na most ezt belövöm, csak figyelj! Ja, fél pályáról nyilván. Több mint fél pályáról. Jó, belőtted, fasza.
pedig oda ment. Ó, fájás. Oda ment Csabi mellé. Na, menjünk, menj már. Jó vagy, Zoli. Jók az embereid. Valamire biztos. Például erre a górra csala? Vagy mire gondoltál? Mi? Erre a górra például tök jó volt. Nem előttem még gólt? Mit csináltam eddig? Azt tudnám mondani, hogy semmi. De viszont te folyton szabálytalan volt. Én nem érzem. Nem áll, hogy pont az utcán, hogy jó. Na, gyerünk. Jól helyezkedik a játékos, vajon pedig az még pont lesse lett volna, kurva élet. Na, azért. Nem bírtunk tovább forgatni, kurva életben. Menj, menj, ne. Jöjj te Bari. Ez fasza, ez egy híren. Pontos előre íbelés, azt mondja. És Zoli, ha már olyan szabály, nem lehet lefeküdni a pályán. Bazd meg, három pont kell a fénykérkeset. Na még. Most is le lehet feküdni a pályán, csak? Hozzá hozza a bassz már szét. Meg elképzeltem, hogy mögött meg lesz utána, hogy szerintem, hogy verjet a billentyűket imádom. Na. Most már te nem erre adom a passzokat, amerre ez most megy. Lesett, lesett volna, úgy is. De... Nyerést ázzal, nem tudom, mit hírszál. Hát ez még egy kicsit kevés, ez az 1-0. Kicsit kevés, ne érzem. 8-3 elég lenne. De 8-3, ez lesz. De jó, hogy lesz volt. Jó volt ez. Nem tudom. Szerintem ezt visszajött társba. Nem minden. Hogy megzirgett a kapu? Ez az meg. De... Miért a banány? Észnél van a védelem. Lehet akár indítani is. Szép átadás. Ezt nem hiszem. Ezt ilyen nincsen, Csabi. Mágfaktor. Mágfaktor, mindjárt belegyűröm. De tudod, hogy visszafordni figyelni a védődet. Állj már, nyomjad már, bazd meg, hát állj. Megint három esélyes lehet. Nem hiszem el. Elögdössé már te. Tehát ez nagyon jó. Egy jól helyezett labdával megoldható a dolog. Egy jól helyezett labdával megoldható a dolog. Meg hozzad Riviera. Riviera? Basz ki! Érdekes. Sima, sima fogás volt. Csak egy pontja varáztál, hogy haláztál volna. Megpróbál kapura lőni? Lesz. De. Basz ki, pedig milyen jó volt. Káres. Kiváló ügynök volt. Eddig jó. Ez milyen fezem. Itt a baj. Csabi.
Mi van? Színűzünk kettő lába. Csá, mész az így. Jól dolgozik a védelem. Rossz kecske felülünk. Na-na. Jó, lesz már. Hopp! Ezt most belövöm. Én befelé nincs mondom. Ez mi van? Jézusom. Ez nagy esély. Na, hogy is nem. Le kellett a passzol, ne Terülünk a neveszély. Ezt nem hiszem el. Nyomjad le, nyomjad Csoller. Basztag valahon. Streamer Zoli? Igen, de nyomjad Csoller. Ezt véget meg kell lézed, akkora király volt. Neked eddig. Nem érek le ilyen szar. Valás, véletlen volt. Megszerezték az előnyt, de meg is kellem tartaniuk. Ott a gól. Bassza meg! Ügyes lövés volt, kár, hogy nem lett. Meg kellett próbálni, nem vidás. Maradj már. Nyomom már. Faszom. Drogba. Drogba, persze. Most le lehet-e passzolni, hogy nem képes megtartani. Ugye. Jól dolgozik a védelem. Fabio Aurelio. Futbola tüdejű Gerard. A labda Fernando Torresnél. Ez ilyen. Keresi a rést, várja a passzokat. Nem túl jó passz. Drogbáé a labda. Figyelemre méltó a Chelsea csapatának összjelentő. Ezt nem hiszem. Ez a neked a marklászom a tökélydet, mit szólsz hozzá. Hoppá! Ez! Na! Mehet tovább, tényleg! Vajon lesz-e orvosság a zóna védekezés ellen? Ha életben. Jaj. Ez utolsó emberemet felrúgja és már. Hát úgy jön. Zoli, nincs még mindig a szabad, nem lehet lefeküdni amúgy. Baszta meg a... Meg kellett fejjeltél. Nem elég nagyon. Ez Fabio Aurelio. Helyezkedik a játékos, vajon megkapja a labdát? Ú, de belecsúszni egy Isten. Lampardi a labda. Maluda! Az meg. De ezek próbálok ráváltani, hogy fordulnak vissza, hogy lesrálni, csak nem, hogy futnak tovább, mint az idióta. Nagyon jó. Kísérnek ez a kedvenc. Ez nem volt semmi? Nem. Pont ennyire volt semmi, amikor az utolsó embermet megkúrod. Hát ez jó, mondjuk múlt imádtam. Mi ez már a faszokat? De gyűröm ezt a faszapót. Én is. Kivel éppen Skype-oroztam. Bálintot? Nem. Mi van Bálintot? Szinte kapura lőtt a kapus, olyan messzire küldte a labdát. Cselmester Fernando Torres. Hát elpillettem benne sem. Istenem! Azért lőni kéne még egyet, faszom. Drogba birtokába. Most megindul, várja a labdát. Hát de faszomat, hogy nem indul meg. Semmi baj, megkapod így is labdát. Szöglet. Ezt hallod, ilyen nincs. Nézzük, megérte a szögleteket gyakorolni a Chelsea-nek az edzéseket. Ez gyenge lett. Ne beszéljünk róla. Hát lesz ebből még gól, mondom. Nem tudom, menjön, nem olyan. Get, felbuknak egymásba, bazd meg. Hát, esküszöm, ráhányom magam mindjárt. Hát persze. Jó van, hogy egyszer eltalálni ezt a kibaszott kapát. Ez kurva jó. Nyomjad már. Ezzel te ingerült vagy. Csak buzi vagy, melyik a jó? El tudná képzelni, hogy őt hozzák játékba. Ez hát a semmi igazából. Ezzel csak az időt pazarolta. Kidobás. Kitűnő passz. Lassan ideje lesz szerelniük végre. Távoli bomba. Új hegyen. Lőd már, mert a...
Janza. A labdának nem volt sok ideje megismerni a játékost, mert egyből tovább küldték. Alák alig tud már futni. Nem érdekel, Csabi. Vágod, hogy nem érdekel? Haladjunk már. Már. A labda Ballacknál. Csalódottak a támadók. Én még kötényt átfotott volna magát. Nem a kezét használta. Bossingvá. Ügyesen mozog az üres területre, érdemes lenne neki adni. Drogbáé a labda, mellé szállt ez a próbálkozás. Az első bement, a második azonban nem. Nem érdekel, hogy leesik. Egy füttyülök ezt a pornó. Hát, veszek, ekkor egy faszok volt, meg is értem, hogy füttyülök. Ura a labdának a szöngye. Kapjál majd szabadrúgást, hát ezt nem hiszem. De rá tudtad lőni most, miért kaptál szabadrúgást? No milyen szabadrúgás lesz ebből? Kérd, szemterek a kapuban. Erre a labdára jobban kellett volna ügyelni. Mekkora tud félcizet? Na. Na persze, mit hoz ki ebből? Lófaszt hoz ki ebből. A védők nem lakadnak. Jaj, imád ezt a játékot. Les. Na. Ki lehet ezt hagyni? Mondom. Úristen. Egyszerűen ezt éreztem az elmúlt 20 meccsen ellened, amit most te. De én nem akartam ezt érezni, Csabi. Hát sajnálom szívem, de ez van. Ki kapkázol? Persze, majd másodjára mindjárt. Persze az előbb már kb. Két helyzetet hagytam, úgyhogy egy az egyben voltam a kapussal. Várj, itt jön a harmadik is. Hát, most nem jutunk el adni. Mikor akartak rankadozni? Most. Most nem tudok. Hát majd egy ifi fúdán. Így egy olyan 5 perc múlva kb. Mehetünk is. Hát valahogy. Eddig tudtam, azért jöttem fel hamarok, hogy rankadozni. És kiírtad? Nem. Értem ki, mert nem voltunk itt. Én meg Csaba. Már. Péter. Igen? Ranked. Az a baj, hogy most nem tudok menni, mert hozzám 20 perc múlva jönnek a 8-ra jönnek a fotókönyvért. Ha elmennek, utána nyomhatunk egyet. Ja, később nyomhatunk. Az a baj, mennék én, csak nem tudom mikor jönnek. Az is lehet, hogy ide érnek 10 perc múlva, meg az is lehet, hogy 8 óra 10-kor jönnek, nem tudom. Van az mész. Mikor lesz végig a körbe? Még már kiléptem. Ó, milyen fincsi kis piros a szörnyű. Jó vagy, Zoli? Ja, geci jó. 3-2-re sokkal jobb kívül. Ez innen tőlünk oda-vissza csak 12 km, bazd meg. Sokkal többnek tűnik ezen a kurva Pesten. Reina erről a védésről még unokáinak is mesélni fog. Remek, hosszú labda. Jól helyezkedik a játékos, vajon megkapja a labdát? Nem már! Ne! Ez az. Úristen! Jó baj, Zoltán. Kikap. Hogy bírtok azzal a szarfifával járt? Nem tudom. Köszönjük, hogy itt voltál, gyere máskor is. Hogy beszéljük a bóhoz.